Ostorcsatoktatással vonultak a hajdúsági betyárok Ungvár óvárosából a színháztérre. Az ukrán-magyar jószomszédsági napra érkezett csoport közben az ukrán és magyar emlékműveken is virágokat helyezett el. Sok testvértelepülésünk van Magyarországon. Egy hete Sárospatak is ezek sorába lépett. Ungvár lakosságának 12%-a magyar. Nekünk kötelességünk odafigyelni rájuk, megbecsülni őket. A mai rendezvény is ezt szolgálja, mondja a polgármester. Én ezzel a két zászlóval... A magyar értelmiségiek kárpátaljai közösségének elnöke ezért azt kezdeményezte, hogy egy hasonló menet vonuljon fel az ukrán és a magyar zászlóval a nemrég ismét megrongált vereckei honfoglalási emlékműhöz. Jeleznénk ezzel, hogy ez a béke szigete, itt az emberek mindig békébe éltek és békébe akarnak élni, és ki kell sorainkból vetni minden olyan provokátort, akik Galiciából érkeztek, akik próbálnak itt számunkra rossz atmoszférát teremteni. A rendezvényen tokai borokat és kárpátaljai konyakot, valamint helyi ételeket kínáltak a szervezők. Az egyik bemutató azonban elmaradt. Megbeszéltük Debrecen városával, hogy megkapjuk a virágkarnevár egyik kocsiját, a Kölcsei Ferencet bemutató virágkompozíciót, de sajnos bürokratikus nehézségek miatt a határól vissza kellett fordulni ennek a kocsinak. Eljött viszont több kárpátaljai és magyarországi tánccsoport. A közönség szerint az egyik legnagyobb sikere a nyíregyházi Forfor Dance együttesnek volt.